Jó napot kívánok, tiszteletek, köszöntöm a televízió nézőket, érdeklődőket. Túl vagyunk a mai hétfő délelőtti soron kívüli testületi ülésen, ahol nagyon súlyos és fajsúlyos kérdésekkel foglalkoztunk, hiszen mindenki előtt bizonyára ismeretes, hogy olyan energiaválság következett be az önkormányzati szintereken, mint ahogy a háztartásokban is, ami arra ösztönöz bennünket, önkormányzati képviselőket és természetesen a város lakosságát is, hogy megpróbáljuk azokat a rezsicsökkentő intézkedéseket meghozni, amelyek az önkormányzati életében fontossá és sürgetővé váltak, hiszen ahhoz, hogy önkormányzatunk és azok a kötelező és önként vállalt feladatokat el tudjuk látni, ehhez szükséges bizonyos lépéseket tennünk, amely azt gondolom, és mindannyiunk számára ezt látjuk, hogy fájó, de fontos intézkedések. Egy önkormányzatnak vannak kötelező és vannak önként vállalt feladatai. Az kötelező feladataink ellátásához biztosítanunk kell azokat a feltételeket, amely a mindennapi élethez szükségesek. Fűtenünk kell a bölcsödét, fűtenünk kell az óvodát, fűtenünk kell a szociális intézményeket. Biztosítanunk kell a közvilágítást és minden olyan szolgáltatást, amelyet számunkra jogszabályok írnak elő. A másik oldala az önként vállalt feladat, amelyeket önkormányzatunk eddig megpróbált maximálisan ellátni, ameddig a lehetőségei engedték, de látjuk azt, hogy itt is bizonyos megszorításokra kell törekednünk, meg kell spórolnunk gáz és energiaszámlákat. Ennek megfelelően hoztuk meg döntéseinket. És azt is látni kell, hogy kétféleképpen lehet ezeket a megtakarításokat megoldani, egyrészt a költség csökkentő megoldásokkal, másrészt pedig a bevételeket növelő lehetőségekkel, és mind a kettőt folyamatosan kell vizsgálnunk. Nem elég egyszer meghozni ezeket a döntéseket, hiszen a fűtési időszak október 15-től április 15-éig tart, és a menet közbeni változásokat nap mint nap nyomon kell követni, be kell építeni azokba a feladatokba, azokba a szervezésekbe, átszervezésekbe, amelyek biztosítják az önkormányzat megmaradását, fentmaradását, likviditását. Ha a bevételi oldalt nézzük, és azzal kezdjük, akkor természetesen arra kell törekednünk, hogy minél több bevételünk legyen. Azokat a bevételi forrásokat, amelyek eddig az önkormányzat rendelkezésére álltak, felül kell vizsgálnunk, azokat a kintlévőségeinket, amelyek ebből adódnak, át kell szerveznünk, át kell terveznünk, és törekedni kell arra, hogy ezek maximális mértékben befolyjanak. Azt döntöttük el a mai testületi ülésen, hogy további olyan lehetőségek kerülnek kidolgozásra, tehát nem most született erről döntés, hanem arról, hogy kidolgozásra kerülnek ezek a lehetőségek. Ezek az alábbiak. A lakások és üzletek bérleti díjának emelésének lehetősége. Az iparűzési adómentesség eltörlésének lehetősége. Megvizsgáljuk az elkészülendő anyagban, hogy be tudjuk-e és érdemes-e bevezetni a kommunális adót, érdemesen megemelni a mezőri járulékot, emelni szükséges-e a közterület használati díjait, valamint a termőföld haszonbérleti díjának emelését is meg fogja vizsgálni a polgármesteri hivatal szakember gárdája. Törekednünk kell arra, hogy azon a vagyonértékesítési lehetőségek, amelyek önkormányzatunk kezelésében vannak, mikor és milyen áron adhatók el, egyáltalán érdemes-e jelen helyzetben ezeket a vagyonelemeket értékesíteni. És van egy olyan része is, amelynek azt gondolom, hogy szükséges a kidolgozása, mint ahogy az előzőeknek is, hangsúlyozom a kidolgozása, hiszen arról kell döntenünk, és arról döntöttünk a mai napon, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket most be tudunk vezetni, melyek azok az intézkedések, amelyek hosszú távon megvizsgálandóak, hogy majd a későbbiekben, ha esetlegesen szükségessé válik, akkor kell-e ebben lépni. És természetesen lesznek olyan vizsgálandó anyagok is, amelynek
amelynek már előre tudjuk a végkimenetelét, de nem baj az, ha le van írva, hiszen a későbbiekben egy meglévő anyagból már könnyebb dolgozni. Ilyen a parkolási díj bevezetésének lehetősége. Látjuk azt a mai napon, hogy az infrastruktúra kiépítése, amely a parkolási díj bevezetéséhez szükséges, az sokkal többe kerül, mint amennyit jelen helyzetben egy parkoló díj bevezetése jelentene, de ha kidolgozzuk, hogy milyen helyre, milyen infrastruktúra kiépítése szükséges, akkor egy későbbi 3-4-5 év múlva esedékes döntéshez ezek az adatok már rendelkezésünkre állnak, tehát mindenképpen szükséges a kidolgozása. Hangsúlyozom, a döntés ezekről később lesz, hiszen nagyon sok olyan információ még nincs az önkormányzat birtokában, amelyek kellőképpen megalapozhatják ezeket a döntéseinket. Ezeket az információkat fokozatosan próbáljuk beszerezni, fokozatosan vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezek a bevételek hogyan tudnak növekedni. Amiről a mai napon már tudtunk dönteni, ezek előkészítés alatt lévő döntések voltak. Leegyeztettük az intézményekkel, intézményvezetőkkel, hogy mi az, amelyeken takarékoskodni tudunk. El kell mondanom, hogy Karcagváros önkormányzatának valamennyi intézménye az elmúlt időszakban is nagyon takarékosan, nagyon odafigyelve végezte mindennapi munkáját. Tehát ebből további megtakarításokat nagyon nehéz kicsikarni, de megpróbáltuk minden olyan lehetőséget megtenni, amivel további költségcsökkentést tudunk elérni. Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal belső rendje is átalakult. Az irodák összeköltöztek, próbáltunk olyan szabad irodákat felszabadítani, ahova a város más intézményeiből tudnak beköltözni szakemberek. Emiatt a hivatalban fog november 1-től a Györffy István Nagykun Múzeum munkatársai elhelyezésre kerülni. Azt a kutató munkát, amelyet eddig a Györffy István Múzeumban végeztek, azt ezután itt a Városháza irodáiban fogják megtenni. Így a múzeum 2022. november 1-től 2023. április 15-éig nem látogatható. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Csokonai Könyvtár telephelye az ifjúsági házból a munkatársak átköltöznek a központi épületbe, a Dériné Kulturális Központba. A könyvtár szolgáltatásai itt lesznek elérhetőek 2023. január 1-től április 15-éig. Tehát nem szűnik meg a könyvtár kölcsönzési lehetősége, egy picit átalakul és átrendeződik a munkarend. Könyvek előrendeléssel leadhatók a Dériné központi épületében, amelyet a könyvtáros kollégák megpróbálnak minél hamarabb kielégíteni, odavinni a könyvet, és átvehető lesz majd a kulturális központban. A legnagyobb érdeklődés azt gondolom, hogy a Dériné telephelye a városi sportcsarnok iránt mutatkozott az elmúlt napokban is. Azonban azt látni kell, hogy a városi sportcsarnok fűtése az egyik legelavultabb az intézmény hálózatban, és ennek felújítása mindenképpen szükségessé válik. Az előző pályázati időszakban nem volt rá lehetőségünk, most azonban örömmel mondhatom azt, hogy egy olyan forrás áll nem sokára rendelkezésünkre, amely lehetővé teszi azt, hogy a városi sportcsarnok energetikai felújítása, amíg hiányzó nyílászárók, a fűtés korszerűsítése, további napelemek elhelyezése válik lehetővé. Ez azonban nyilvánvalóan erre a fűtési időszakra még nem áll rendelkezésünkre, ezért a sportcsarnokban is igen komoly energia megtakarításra van szükség. Ebben az esetben is, mint ahogy az összes többi eddig elmondott esetben is, és amit majd még ezután fogok ismertetni, ebben is az az álláspontja az önkormányzatnak, hogy folyamatosan kell tárgyalni azokkal a szereplőkkel, akik igénybe veszik a városi sportcsarnok szolgáltatásait, hiszen nem csak a délutáni edzésekről beszélünk, hanem a délelőtti
iskolai oktatásról, a testnevelési órákról is, és olyan fenntartókkal egyeztetünk folyamatosan, akik ebben a testnevelés órákban részt vesznek. Egyeztetünk a tankerületi központtal, egyeztetünk a katolikus egyházzal. Közösen próbáljuk azokat a lehetőségeket megvizsgálni, amely a sportcsarnok fűtését lehetővé teszi. Most úgy látjuk, hogy ha nem sikerül semmilyen olyan közös álláspontra jutni, amely a sportcsarnok fűtését mindenkinek megfelelővé teszi, akkor várhatóan a téli szünet időszakára, illetve a téli szünet időszakát meghosszabbítva előzetesen és utólagosan is, tehát várhatóan december 1-től január 31-ig egy kéthavi időszakra szükséges lesz a városi sportcsarnok idéglenes bezárása. Itt szeretném elmondani azt, hogy folyamatosan keressük azt a lehetőséget a Karcagi Sportegyesülettel is, hogy olyan szponzorokat, támogatókat tudunk-e találni, tudunk-e olyan pályázati forrásokat átcsoportosítani, amely azt tenné lehetővé, hogy még ha valamilyen szintű temperáló fűtés mellett is, de a délutáni edzések megoldhatóak legyenek. Ettől függetlenül egyébként van olyan sporttelepe is az önkormányzatnak, illetve a sportegyesületnek, ahol a világítás lekapcsolása és a világítás használaton kívül helyezése válik majd szükségessé. Gondolok itt elsősorban a műfüves labdarúgó pályákra. Az Akácliget gyógy és strandfürdő 2023. január 1-től karbantartási munkálatok miatt le fog állni, hogy ez milyen szintű és milyen mérvű lesz, ezt vizsgálják még a szakembereink, hiszen a gyógyfürdő olyan energiahordozókkal látja el a környező intézmények infrastruktúráját, meglévő infrastruktúráját, amely miatt a fürdő teljes bezárása mindenképpen átgondolásra kell, hogy kerüljön. Január 1-től lesz egy karbantartási munka, hogy ez milyen hosszú időszakot fog igénybe venni, ezt egyelőre nem látjuk. Én bízom abban, hogy viszonylag kis határidővel meg tudjuk azt oldani. Ha nem, akkor nyilvánvalóan itt is olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek akár a fürdő részleges bezárását is vonhatják maguk után. Továbbá javasoljuk a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmények esetében is az átszervezést, amely azt jelenti, hogy a házi orvosi intézménybe költözik a Gépgyár utcai orvosi rendelőből a házi orvosi ellátás, mégpedig terveink szerint 2022. december 1-től április 15-ig. Az idősek otthona épülete jelenleg három telephelyjel rendelkezik, a Zöldfa úti telephely, a Varró utcai telephely, továbbá a Horváth Ferenc utcai telephely. A Horváth Ferenc utcán egy energetikai beruházás zajlik, hiszen a konyha korszerűsítése van jelenleg egy pályázati forrásból. Ezt minél hamarabb szeretnénk befejezni, a kivitelezővel ez irányú egyeztetéseink elkezdődtek. Nagyon úgy néz ki, hogy sikerre vezettek. Ha gyorsan be tudjuk fejezni, akkor a Varró úti telephelyről vissza tud költözni az idősek otthona a Horváth Ferenc utcai telephelyre, amely azt jelenti, hogy a Varró utca bezárhat, az eredetileg megszokott két telephelyen folyna, remélhetőleg február közepétől, február végétől a szociális ellátás a szociális otthonban. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai egy épületbe költözhessenek. Ennek érdekében a Bajcsi-Zsilinszky utcai telephelyről a Karcagi Hírmondó szerkesztősége beköltözik a Városháza irodáiba. Az ott felszabaduló irodát biztosítjuk a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak, amely azt tenné lehetővé, hogy a Püspökladányi úti épület egység a fűtési szezonra be tudjon zárni. Egy további döntés is született, mégpedig az intézményeink
fűtésére vonatkozólag, a hőfokra vonatkozólag, ahol a önkormányzati határozat azt tartalmazza, hogy minden intézményünkben a fűtés 18 fokra kell állítani, ebből kivételt képez a bölcsöde, az óvoda és a szociális intézmények, a nappali ellátást biztosító szociális intézmények. Ha ezeket az intézkedéseket bevezetjük, akkor azt látjuk, hogy több millió forint megtakarítást tudunk elérni, amely még messze sem az az összeg, amely az összfűtési időszakra vonatkozóan költség többletként jelentkezik az önkormányzat esetében. Ezért mondom azt, és ezért kértem a képviselőtestület minden tagját arra, hogy folyamatosan figyeljük azokat a lehetőségeket, amelyeket tudunk a következő időszakra biztosítani ahhoz, hogy esetlegesen ne legyen szükség további intézkedések meghozatalára, vagy esetleg módosítani kelljen ezeken az intézkedéseken. Természetesen azok az információk, amelyek menet közben fognak elérni hozzánk, és amelyek menet közben változhatnak, akár további intézkedések, további szigorító intézkedések meghozatalára is sarkalhatják az önkormányzat képviselőtestületét. Egy döntésről még nem beszéltem, ez pedig a karácsonyi közvilágítás, amelyben úgy döntött Karcagváros önkormányzata, hogy a 2022-es évben karácsonyi díszkivilágításra önkormányzati költségvetést nem kíván biztosítani. Ez alól kivételt képez a Városháza és a Városháza előtti tér, ahová az adventi időszakban a elkövetkezőnkben is szeretnénk felállítani a város karácsonyfáját. És ezzel adni egy olyan ünneplési lehetőséget, amely az adventi időszakra, még ha csökkentett módban is, de lehetőséget biztosít a családok számára. Tisztelt televíziónézők, érdeklődők, nagyon nehéz ezeket az intézkedéseket meghozni, nagyon nehéz ezekről az intézkedésekről beszélni, hiszen azt szoktuk meg, hogy a város stabil költségvetése erős lábakon áll, és az eddigi takarékosság, azok az eddigi intézkedések, amelyek az önkormányzat részéről és az intézmények, intézményvezetők részéről megtörtént, elégségesnek látszik ahhoz, hogy a város töretlenül tudja a mindennapját élni, de sajnálatos módon most abban a helyzetbe kerültünk, hogy ezeket az intézkedéseket meg kellett lépnünk. Kérem mindenkinek a takarékoskodását, az odafigyelését, hiszen nem szeretnénk több olyan intézkedést elrendelni, amely ezen is túlmutatna. Nyilván nem szeretnénk a közvilágítással kapcsolatban semmi intézkedést tenni, hiszen most került korszerűsítésre, meg tudjuk takarítani a közvilágításnak azt a forrását, amely, hogyha nem lenne, akkor közel 3-4-szeresére emelkedett volna a közvilágítás költsége. Azzal, hogy ezt most meg tudtuk valósítani, csökkenteni tudtuk a közvilágítás költségét. Ha ennél lejjebb akarjuk venni, akkor az azt jelenteni, hogy akár le kell kapcsolni a közvilágítást, de ilyet nem akarunk semmiképpen sem meglépni. Természetes, hogy érinti és érdekli a város lakosságát, hogy mi lesz azokkal a beruházásokkal, amelyek jelenleg zajlanak, hiszen nagyon sok olyan beruházás zajlik, amely a város központjában, gondolok itt a különböző parkolóépítésekre, a csapadékvízelvezetésre, gondolok azokra a felújításokra, amely intézményi felújításokat érint, például az előbb is említett Horváth Ferenc utcai beruházás, a Városi Sportcsarnoknak a leendő energetikai felújítása, a Dózsa 4 épületének az energetikai felújítása, vagy az idősek klubjának az energetikai felújítása, a fürdő fejlesztése, hiszen ott is előre haladott pályázati céljaink vannak, a Liget utcában a sportkomplexum építése, illetve a milánói pavilonnak az építése. Ezek a feladatok
nem keverhetőek össze azokkal a költségekkel, amelyek a rezsicsökkentést és a költséghatékony fűtés megoldását jelentik. Ezek olyan pályázati pénzek, amelyek kizárólagosan arra feladatra költhetőek el, a két feladat között átjárási lehetőség nincs. Hogyha ezeket meglépi egy önkormányzat, akkor visszaél azokkal a költségvetési jogszabályokkal, amelyek ezt egyértelműen megtiltják. Ha ezek a beruházások leállnak, akkor Karcag jövője kerül veszélybe, hiszen a csapadékvíz elvezetés, azok az energetikai megoldások, amelyek a későbbi életünket fogják segíteni, elvesznek. Ezeket a pályázati pénzeket, ha határidőben nem használjuk föl, akkor vissza kell fizetni. A Ligetúti sporttelep, illetve a milánói pavilon pedig azt gondolom, hogy hosszú távon tudja meghatározni majd a város életét. Azt is el kell mondani, hogy ezeken a beruházásokon elsősorban karcagi szakemberek dolgoznak, karcagi vállalkozások dolgoznak fővállalkozóként, alvállalkozóként. Ha csak a két nagy beruházást nézzük, akkor jelen pillanatban körülbelül egy 140-150 fő dolgozik, zömében karcagiak. Ha leállítjuk ezeket a beruházásokat, amelyre, ahogy mondtam, külön forrás van, akkor ezek a dolgozók elveszítik munkájukat, valahol máshol kell munkát találniuk Karcagon kívül, ahova el kell járni. Nem tudnak együtt lenni a családjaikkal, nem tudják segíteni az itthon maradt családtagjaikat. Ebben az esetben is, és ahogy az előbb elmondott megszorításoknál is, egy nagyon fontos és a legfontosabb, amely az önkormányzat szeme előtt, a képviselőtestület szeme előtt lebegett, az az volt, hogy munkahelyet senki nem veszíthet, akármilyen szigorú intézkedéseket is kell hoznunk, csak munkaterület átszervezések történnek, munkaerő egyik épületből történő, másik épületbe történő átvezénylése, de a munkahelyét senki nem veszítheti el. Ez a legfontosabb kritérium. Én kérek mindenkit arra, hogy megértéssel legyen, kérek mindenkit arra, hogy ahogyan otthon is a költségtakarékosság elveit szem előtt tartva próbáljuk megélni mindennapjainkat. Karcagváros önkormányzat képviselő testülete, a karcagi polgármesteri hivatal szakemberei azon lesznek, hogy meg tudjuk oldani a várost érintő ezen problémákat is. Köszönöm figyelmüket!